Hello, szia Lóri, köszöntünk itt a füvön. Csodálatos háttér van, mi a véleményed róla? Milyen a színpad? Hát így, hogy elnézem, ilyen nagy még nem is volt Magyarországon, talán egy-két nagyobb produkció, mint a Stones vagy a YouTube, azoknak volt ilyen hasonló méretű színpada. Hogy jött erre a meghívás erre a mostre koncertre, a mobil részére? Az igazság az, hogy az Omega stúdió pátyolgatja az összes lemezünket, a régieket is, meg az újakat is, és én mondtam a Mekinek, hogy mi lenne akkor, hogyha mi lennénk, és ő jónak tartott ezt a dolgot, úgyhogy azért vagyunk itt. Mennyi emberre számítasz a törzs mobil közönségből ide? Nem tudom, hát remélem, hogy tele lesz a csárda. Most aztán, hogy mennyien jönnek ebből az Omegára és mennyien a P.Mobilra, azt nem tudom, de miután a Vikidál Gyula 20 év után újra énekel a zenekarban, szerintem nagyon sok régi mobilos is eljön, aki már hogy oda baláncolva a hűtőszekrényhez, hogy a felesége nem ad neki kimenőt. Szerintem sokan eljönnek. Hát a másik meg az, hogy ez azon túlmenően, hogy itt játszik 5 zenekar, itt az Omega, a P.Mobil és a 3 tehetséges fiatal srácokból álló banda. Ez azért egy rock esemény is. Az évezred talán utolsó nagy rockbulia, és ki tudja, hogy lesz-e még magyar zenekar, aki meg tud tölteni egy ilyen nagy helyszínt. A mobil az milyen programmal, illetve showval készül erre a nem mindennapi eseményre? Hát elsősorban P.Mobil számokat játszunk. Gondoltam. Hát semmiért. Nem játszottok egy hát nem, most nem gondolkodtunk rajta. Nem, hát gyakorlatilag egy órát játszunk, fél héttől fél nyolcig, és hát egy ilyen jó sűrű P.Mobil program lesz, mert a legismertebb számokat fogjuk játszani, hát egy órában csak azok férnek bele. Jó, hát köszönjük szépen a beszélgetést, és sok sikert erre a nagy koncertre nektek, meg gondolom ennyi ember előtt még nem játszottam mobil sem. Hát ennyi ember előtt már játszottunk, csak itt a Népstadionban nem. Igen. Azért ez rangot jelent, és jó, hogy az élőzenének most ez is egy rangot fogadni, ez a nagy buli. Hát én is remélem, hogy lesz még rock'n'roll, okay. És szőlő, meg lágykenyér. Okay. Hello. Köszönöm szépen. Mivel az Omega előzenekarként léptek fel itt ezen a szuper koncerten, hát önálló egyórás blokkotok lesz, és hát mivel te itt visszatértél a P.Mobilhoz, és a mobil is egy rock legenda, de mi a véleményed az Omega együttes 37 éves munkásságáról? Én azt gondolom, hogy a gyökereket megtalálni, illetve létrehozni, inkább azzal kezdenem, hogy létrehozni a gyökereket, mint ahogy az Omega is létrehozta a magyar rockzenekai gyökereket, az egy iszonyan nemes feladat, nagyon komoly és nagyon tiszteletre méltó feladat. Most ha erről az oldalról tekintjük, akkor 37 évig tartani azt a szintet és azt a világot, amelyben ők akkor annak idején elindultak és gondolkodtak, azért az a másik nagyon nagy tiszteletre méltó. A rockzenészek számára, mint az Omega számára is ez egy ünnep, én úgy gondolom, amikor 37 év után itt a Népstadionban ezredforduló előtt pár nappal egy olyan koncertet ad a közönségének, akik el fognak jönni, és biztos, hogy eljönnek, ami maradandóvá teszi ezt a 37 évet, ezt a múltat. Többet érdemel a zenei világ, hiszen rajtuk mérendő le az, hogy mi is történt valahol Magyarországon a rockzenei életben. Lehet évszakokat egymás mellé tenni, lehet korokat, divatirányzatokat, mindent lehet egymás mellé tenni, de amikor egy Omega együttes fölmegy a színpadra, akkor az mindenki tudja, hogy ők az Omega. És ez fontos dolog. És hogy előzenekarként itt lehetünk, úgymond az annó, annak idején belépő második vonalbeli csapat egyike. És hasonló zenét játszunk, hasonló érzések gondolkodtatnak, vannak bennünk, mindig is hasonlóképpen gondolkodtunk, mint ők. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez nagyon édes és szerencsés találkozás. És jó azt érezni, hogy előttük vagyunk, és valahogy azért játszunk előzenekarként jól, hogy minél jobb legyen a közönségnek, mire az Omega jön, addigra már olyan heavy legyen a hangulat, hogy nekik tényleg azt kelljen, hogy na, megérdemelten, ennyi idő után ismét olyat nyomjanak, amilyet kell. Hogyan emlékszel vissza az Omega együttessel való kapcsolatotokra? Hát melyikre gondolsz, mikor volt 78-ban a kis stadion, meg volt a nagy turné, amiben benne volt a Hobo Blues Band, a Krókusz, az Omega mellett, és akkor volt kis stadion, meg volt országos turné, Balaton körüli Hát nagyon-nagyon szép emlékek voltak ezek, és hát most megint itt vagyunk a Népstadionban, most nem a kis stadionban, a Népstadionban, igaz, csak én, mint vendég, én vagyok az a kakuktojás, a meglepetés állítólag, igen, a meglepetés, nagyon jó, a négy tenorból az egyik. Persze, hát nagyon-nagyon jó emlékek voltak, emlékszem rá, nagyon jó hangulatú dolgok voltak, nagyon nagy pókercsaták folytak az öltözőben is, a Mekiékkel is, a Mihályékkal, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt. És nagy tömegek előtt játszottunk, nagyon jó hangulatú volt, és nagyon baráti lett a dolog. Most milyen nótákat fogsz énekelni itt a 70 000-es közönség előtt? Hát én csak két nótában éneklek. Elnyomjuk a Bencsik Sama emlékére, a Zöld a Bibor és a Feketét, és a Lorántal pedig a Kopasz Kutyát. Jó, hát köszönjük szépen, és sok sikert az esti fellépéshez. Én is remélem, jó idő lesz. Reméljük. Szia, szia, köszönöm. Szia, hello, hello, hello. Köszöntöm Póka Egon Benedeket itt a Népstadion szabadtéri színpadán, úgymond. Hogy kerültél bele ebbe a szuperprodukcióba? Hát ez egy régi történet. A Népstadion egyébként pontosan egyidős velem, mert pont akkor épült, amikor én születtem. Augusztus 20-án volt a megnyitó, 53-ban, én meg 19-én születtem, hogy az apám az kórházból idejött annak idején. És mindenkinek dolgozni kellett egy kicsit. Ja. Kellemes emlékek fűznek egyébként ehhez a helyhez. Játszottam már jó párszor itt, és hát tekintettel arra, hogy én a Szekeres Tamás projektnek is a tagja vagyok, és Tamás már elég régóta az Omegának külső tagja, elég közeli a kapcsolatunk, illetőleg hát a debreceni Ciki és a Benkő Laci és a projekt része, úgyhogy így találódott ki ez a dolog, hogy együtt lépünk fel. Hát plusz még az, hogy a P.Mobilban is játszom most, és a P.Mobilról is egy órát játszunk az Omega előtt. Akkor kettő szereposztásban leszel. Ja. Mondtad, hogy 53-as születésű vagy, én 52-es, de ez nem jelent semmit, de akkor valószínű, hogy kellenek, hogy legyenek Omegáról gyerekkor élményeid is, vagy a tínédzserkorban mennyire kedvelted az Omega együttest? Hát én nagyon korán kezdtem el muzsikálni, szóval nekem az emlékeim azok az Omegáról tulajdonképpen azok, hogy az olimpiával játszottunk egy párszor előttük, még az E-klubban, tehát én a muzsikusként ismertem meg őket, illetőleg aztán, amikor a Hobo Blues Band volt 79-80 környékén, akkor meg volt egy Óri Központi műsor, ahol ők elvittek őket, szóval a barátság az elég régi keletű, mert azokban az időkben szóba nem került az, hogy mi bármilyen központi rendezvényen részt vegyünk, viszont ők felvállalták ezt a dolgot, és volt egy 60 előadás. Mivel fölvenni azt a jelmezt? Igen, hát szóval, tulajdonképpen az is volt, hogy a Hobo Blues Band az rendben volt, hogy jöhet az Omegával, de a Billről szó sincs, mert hogy ő nem volt akkor még a Hobo Blues Band tagja, és mondták az illetékesek, hogy nem lehet, és akkor mi beléptettük a zenekarba, és mondtuk, hogy hát már pedig ő a tag, és Benkő Laci is nagyon határozott és következetes volt, úgyhogy az egy nagyon fontos időszaka volt az én életemnek, és amikor együtt játszottunk, és felelhetetlen 60 koncert volt szerte az országban, úgyhogy... De ez is régen volt már sajnos. Reméljük jó idő lesz, és most kettő szereposztásod jól fog sikerülni, és az egyéb munkásságod is, iskola, zenekarok, úgyhogy köszönjük az interjút. Én köszönöm. Hello, szevasz Tamás, köszöntünk a Scorpio és a Tátrai Band kiváló szuperdobosát, itt az Omega koncert előkészületei. Mi a véleményed erről a színpadról? Hogy látod szakmailag, mint dobos? Hát én azért is jöttem ki így korán, ha lehet így mondani, engem különösebben az érdekelt a dolognak a monumentálitása, hogy a Népstadionban egy magyar zenekar milyen felkészültséggel jön ki 1999-ben koncertet csinálni, és lenyűgözött, megmondom őszintén, ez a fajta nagyság, és nem csak a nagyság, hanem úgy látom a minőség is olyan, ami tényleg a mai kornak teljesen megfelel a színvonalnak. Meglepve láttam, hogy a Ciki az belépett a pörlösök sorába, ő is pörldobbal fog a koncerten dobolni. Ez nekem is meglepetés volt, mert én is azt használom. Úgyhogy lehet mondani, hogy egy családba kerültünk. Okay. És én úgy érzem, hogy egy nagyon szuper buli előkészület van. Mondjuk a srácokkal én elég régi és nagyon jó baráti viszonyban vagyok, úgyhogy már csak ezért is érdekelt a történet. Igazság szerint én csak sok sikert tudok neki kívánni ezek után. Azért is érdekelt a történet, mert manapság ez elég ritkaság, hogy élőbe halljon az ember koncerten fellépő zenekarokat. Mi a Tátrai Banddel, amióta megalakultunk, ezt a célt követjük, és jó érzés látni, hogy mások is azért, ha nem is olyan sűrűséggel, de mondjuk, ha egyáltalán egy nagy koncertre összejönnek, akkor élőben muzsikálnak, nem gépekkel, nem playbackbe és nem CD-ről. Úgyhogy ez nem már egy... Ne, így van, pontosan. És ez már egy nagy öröm számomra. Úgyhogy még egyszer mondom, hogy én nagy várakozásra tekintek a koncerttel, és remélem, hogy mindenkinek ugyanúgy fog tetszeni, ahogy készültek a srácok, mert hallottam és beszélgettem is velük, hogy nagy előkészületek vannak, aminek itt a látványa az már kirajzolódni látszik, úgyhogy szerintem egy jó buli lesz. Köszönjük az interjút! Szívesen! Szia. Mi a véleményed erről a gigantikus koncert előkészületeiről? Hogy érzed ezt te, mint zenész szakmailag? Hát így a koncertet egy nappal nézve a színpad eléggé gigantikus, monumentális, nagyon szép, és hát az Omega az a zenekar, aki ezt meg is érdemli, hogy egy ilyet csinálhasson és csináljon is. Hát úgy gondolom, hogy a ma Magyarországon, de talán az egész világon van egy ilyen igény arra, hogy a természetesen a mai gyerekek a technózenéjük mellett eljönnek és megnézzék a nagy rock legendákat, hiszen ez a generáció tud élőben olyan rockzenét játszani, amit szerintem ma már a mai gyerekek nem nagyon tudnak. Ők nevelkednek és hallgatják, ami nem rossz egyébként, a mai zenét, a technót, a house-t, meg ezeket, de ettől függetlenül hát a rockzene az a színpadi varázs, az élőben ott születő zene, amit nem pótol egy datmagnó vagy egy CD játszó, amire tátognak ki a mai gyerekek. És te hogy látod, milyen az Omega együttesnek a jövője ebbe a mai világban, így 99-ben? Hát én szerintem az Omega addig lesz Omega, ameddig egyrészt élnek nyilvánvaló, és hát biztos, hogy 5-6 évenként megmutatják magukat, mert miért ne? Mint ahogy például a Kártágó együtt is föl fog lépni jövőre, lesz egy pont 3-4 év után lesz egy Budapest Sportcsarnok koncert. Erre valahogy az ember a belső kényszert érez, hogy időnként egyrészt megmutassa, hogy mit tud a zenekar, tud még játszani, másrészt a közönség is igényli ezt a rockzenét. Szóval nekem egyrészt meg 18 éves fiam, aki szintén eljár diszkó, meg szereti ezt a diszkózenét, meg el, de ugyanakkor meg a vadul, hogy holnap ide jön a koncert és megnéz Omegát, mert ilyet nem minden nap láthat. Jó, hát köszönjük szépen az interjút, a beszélgetést, és akkor hozd el a gyerkőcöt, hagyd lásson egy jó zenét. El is hozom holnap, igen. Mi se jövünk a Kártágóra. Köszönöm szépen. Ahó. Szia. Viszlát.